A műsorban szereplő személyek a forgatás előtt, alatt és után is részesültek szakmai segítségben. Minden oké, Richard? Igen, nincs gond. Rendben, lássuk. Hát jó. Richard, kedvesem. Az a kupacot. Látod ezt? Igen, látom. Mi jut eszedbe, amikor ránézel? Oké, vége a forgatásnak. Aragszol, Richard? Ki lesz takarítva, nem? Ez egy nagyon súlyos probléma. És leginkább azért aggódom, mert ha történik valami az édesanyjával, akkor pár hónapon belül az ő testét kell majd kiásnunk. A szakértők szerint a halmozás örökölhető. Ez Kai reggelije. Ebben a liverpooli házban pedig halmozó két generációja van egyetlen fedél alatt. Jövök. A 88 éves Bettynek és 57 éves fiának, Richardnak van egy csúnya titka az emeleten. Az évek alatt fel sem tűnik, hogy ennyi mindent gyűjtöttél össze. Mindhárom hálószobájuk tele van, a halom pedig napról napra nő. Mindent bedobálunk oda, és aztán ott hagyjuk. Az átalakított tetőtér az, ahol igazán elszabadult a pokol. Richardot nem zavarja, én takarítottam a lépcsőt, de ő az egyik oldalon elkezdett mindent felhalmozni. Hogy ne mehess fel? Akárhányszor feltakarítottam, ő elrontotta. Nem. Szóval végül feladtam. Elég nagy már, hogy tudja, mit kell csinálnia. Miközben anya és fia a takarításon vitatkoznak. Az a ruha egy szőrös mamutra hasonlít. Betty elsősorban a ruhákért van megőrülve. Badarság! Olyan, mint bármelyik lány hálószobája. Csak extra ruhákkal. Richard 4 éve költözött haza, miután elhunyt a mennyasszonya. Mondta, hogy rákot diagnosztizáltak nálam. Mert rákot? Azt mondták, 5 éven van hátra. Végül sajnos csak 18 hónapig bírta. Képzelhetik, mennyire tönkretett az egész. A dolgokat hátrahagyjuk és elfelejtjük. Utálom ezt mondani, de igaz. Ezért olyan az emelet, amilyen. Amikor két halmozó él együtt, nehéz lehet megtörni a kört. Már nem tudok úgy takarítani, mint régen. Ott tartok, hogy elkezdek valamit csinálni, de félbe kell hagynom. Betty veje, Kész és családja Izraelben élnek, de most munka miatt Angliába jött, és azt remélte, a házban maradhat. Eleinte azt gondoltuk, maradok, de ez nyilván nem lehetséges a helyhiány miatt. Ez Richard szobája. Nem sokat lehet róla mondani. Egyáltalán nincs itt hely. Nehéz megtalálni valamit idebent. Mondta, hogy az anyja zsákokba pakolt dolgokat, de ő át akarja nézni azokat. Zsákok hátán. Nincs jele, hogy Betty és Richard megoldaná a helyzetet, de ki szeretné, ha a ház ismét tiszta lenne. Biztos lesz olyan, amitől nem akarnak megszabadulni. Ez a dobozos szoba. Itt van valahol egy ágy. Biztos, hogy valami maradni fog, kétség sem fér hozzá. Elfelejtettem, mi van itt. Ha kegyetlennek kell lennem, az leszek, de végső soron nekik kell meghozni a döntést.
Azonban nem lesz könnyű számukra, hogy felelősséget vállaljanak. Ül, jó fiú. Már beszéltünk erről egy kicsit, és szeretnénk némi helyet visszakapni. Mit gondolsz? Mindent kivinni? Igen, az egészet kitakarítani. Igen, kell neki a takarítás. Oké, Rich. Mi a helyzet a te szobáddal? Sok sikert hozzá. Kész a speciális takarítót, Joe-t hívta segítségül. Hello, hogy vagy? Hello, minden rendben? Igen. Fáradj beljebb. Lássuk, mi van ide bent. Ez itt a padlástér, amely a legrosszabb az egész házban. Ha egyáltalán bejutunk. Hát itt biztosan lesznek patkányok. Ez nagyobb munka, mint gondolta. Sok kedves légy van itt. Ó. Az egyik szerintem a számba repült. A folytatásban. Ez végtelen. Mindenhol teli van. Egy nő élete ráment a gyűjtögetésre. Nem akarok ide bejönni, de használnom kell a fürdőszobát. A halmozó nagyot szakíthat a ruháival. Elképesztő. Nagyon izgatott vagyok. Hé, hey, az marad, az marad! Richard pedig még nem áll készen. A zsákokban lévő elemeket meg kell tartani. Ugye nem ebben a zsákban lesznek? De! Lutonban a sorházak között van egy igazi rémálom. Itt van az étkező. Az asztalt le kell takarítani. Az 52 éves Amanda ebben a háromszobás házban él, ahol minden tele van szeméttel. Használni akarom az asztalt, miközben csak egy székem van. Nem lett volna szabad idáig jutnia. A társalgó. Ebben a szobában tudnom kéne pihenni. A hálószobája. A konyha. Tisztának kéne lennie, oda kéne férnem mindkét oldalhoz. És a fürdőszoba is tele van. Vásárlásfüggő vagyok. Olyan 8 éve kezdődött. Néha látok valami szépet, és megveszem. Aztán nem használom, és így kezdődött. Nem dobom ki azt, ami nem kell. Néha pedig veszek valamit. Nem találom, majd újra veszek belőle egyet. A családom aggódik értem a halom miatt, hogyha esetleg elesnék, vagy tűzüt neki. Ez nem jó élet így. Amanda számára nehéz a házat rendben tartani, mióta az élete örökre megváltozott egy sorsfordító napon. 22 éves koromban történt. Elkezdett fájni a fejem, és ez agyvérzéshez vezetett. A bal oldalam részben lebénult. Előtte gondtalan voltam, hezitálás nélkül csináltam mindent. De most már többet aggódom. Próbálok önálló lenni, de a ház miatt szégyellem magam, és kezd sok lenni már, mert nem tudom, hol kezdjem. Az extrém helyzetekre szakosodott Kez és Ti azonban segítenek. Ez miféle parkolás? Szerintem jó, örülök neki. Inkább szörnyű. Sziasztok! Hello! Szia, örvendek! Szintén! Bemehetünk és körbenézhetünk? Persze, gyertek csak be! Köszönjük! Kicsit szűkös. Először megnézik, mi vár rájuk. Ez az ajtó nem nyílik tovább. Oké, alig látok. Mit? Nem nagyon látok szemetet. Elsőre a ház tele van üres üvegekkel, ruhákkal és megduplázott holmikkal. De mivel nem nagy a piszok, ez talán könnyű munka lesz. Oké, ez veszélyes. Vigyázz! Ez lenne a fürdőszobája.
A WC mellett szerintem használt WC papír van. Utálom látni, hogy a fürdőszoba és a kád így tele van, mert ebből lehet látni, hogy nem fürdenek. Mégis hol tudna? Nem szeretem, ha emberek jönnek hozzám, a felfordulás miatt. Szégyellem magam ilyenkor, és kínosnak érzem az egészet. Még jó, hogy fogytam kicsit, nem? Különben nem fértem volna be. Úgy tűnik, itt szokott aludni. Itt egy kisebb hegy van. Igen. Csak benézek ide gyorsan, nehogy meglepetések érjenek. Elég sok minden van az ágya alatt. A gardrób teli van. Muszáj lesz beszélni vele a ruhákról, hogy mit akar megtartani belőlük. Igen, nem könnyű eset. Nem hiszem, hogy mindent fekete zsákokba kéne tennünk. Kérlek, ülj le oda. Kezésti korai optimizmusát a kőkemény valóság vette át. Körbenéztünk, és úgy hiszük megoldható. Oké, a segítségeddel. Örülnél, ha sok minden eltűnne, igaz? Igen, azok, amik nem kellenek vagy rosszak, mehetnek. Mi a fontosabb? A dolgok a gardróbban? Megtartod a... Nem, azok rendben vannak. A többit pedig csak el kell tenni, szerintem. Rád fogunk támaszkodni, hogy mitől szabadulhatunk meg. Rendben. Szóval az összes döntést neked kell meghoznod. Eközben Liverpoolban megkezdődött a padlás takarítása. Jesszus, sose láttam ilyen vastag pókhálót. A felhalmozott limlomok között 4 évnyi csomagoló, üvegek és rohadt étel is van. Egy kis rizs. Végre azonban mennek a szemetesbe. Kár, hogy ránéztem. A házamat most a legrosszabb állapotban látják. Az egész teljesen felfordult. Betty nem emlékszik, mikor volt utoljára a padláson. Nagyon rég. Van ott egy ágy, de nem jönne rá senki. Rich csak hozza a dolgokat, sose szól róla. Nem is tudtam, hogy van ott fent egy televízió. Richard nemrég még odafent élt, de az óriási halom miatt egy lenti hálószobába kellett mennie. Lejöttem ide aludni. Oda bent legalább élhető? Igen, nincs olyan hideg. Richard azután költözött a padlásra, hogy a mennyasszonya 4 éve meghalt. Sosem jutott túl rajta, de csodás ember volt. Volt egy kis házunk Crosbyban. Richard pedig kérdezte. Hazajöhetek? Na ne szórakozz, Richard, nem kell ezt megkérdezned, ez az otthonod. A gyásztól szenvedő Richard tárgyakkal töltötte fel a keletkezett űrt. Az marad, az is marad. Jó. Marad, marad. Még nem áll készen az elengedésre. Ezeket mind megtartom. Ez a szobámba menjen. Azt akarja, hogy tartsunk meg apróságokat. De annyi minden van itt, hogy ez így nehéz lesz. A sógor Keith aggódik. Az a doboz, abban van egy kamera. Tényleg sok dolgot kell kitakarítani. Most apró lépésekben haladunk. Richard sokat hezitál. Egyértelműen nem áll még teljesen készen. A zsákokban lévő elemeket meg kell tartani, mert nem veszek... Ugye nem ebben a zsákban lesznek? De, az anyukám pakolta össze. Ebben nincs semmi. Mind szemét. Egy halmozó számára a tulajdonuk megfizethetetlen kincs, de némelyik gyűjtemény többet ér a másiknál. Tavaly találkoztunk Mandyvel, akinek elfeledett korszakokból vannak ruhái, melyek több ezer fontot érnek.
hátrébb vannak még klasszikus darabok, illetve hiszik vagy sem, de egy WC is van ott valahol. Több mint 3000 ruhát, 500 kézitáskát és annál is több cipőt gyűjtött össze. Szerintem nagyjából 600 pár cipőm lehet. És ebben nincsenek benne a csizmák. Tessék, kimondtam hangosan. Mindig is szerettem azokat a dolgokat, amelyek egy kicsit eltérnek a megszokottól, és szerintem innen ered az adományboltok iránti szeretetem. Egy ekkora gyűjtemény miatt viszont már nincs hely az embereknek. Eljutottam odáig, hogy nem akartam olyan embereket meghívni, akiket nem ismerek. Óvatosan, mert tudtam, hogy az első benyomásuk az lenne, hogy te jó ég. Amikor kezdesz rájönni, hogy több van a normálisnál, legyen az bármi is, az egyfajta figyelemfelhívás, hogy ennek nem kéne itt lennie, mert olyan a házad, mint egy raktár. Tényleg nehéz beismerni, hogy egy gyűjteményből halommá vált az egész. Amikor kimondod, hogy igen, halmozó vagyok. Túl sok cuccom van, és nem élhetek úgy, ahogy akarok, amíg ilyen sok ruha vesz körül. Miután évekig volt befalazva... Üdv, jöjjenek be! Mandy eldöntötte, hogy változtat, és eladja a kollekcióját. Nézzük is meg! Csodás! Van itt néhány szép darab. Érdekes stílusa van. 60-70 font azért. Ez se rossz. Ismeri a dolgokat. Minden olyan... Wow, mintha Aladdin barlangjában lennénk. 80-as évekbeli lemezes ruha. Ez olyan 80-120 font között érhet. Remek gyűjtemény. Tényleg az. A több mint 30 ezer fontra becsült ruháit Mandy végre készen áll eladni. Legyen inkább 25? Ez egy igazi fordulópont. Látom magam, hogy hol akarok lenni. Nem akarok úgy élni, ahogy most élek. Az első fénykép. Ugye? Igen. Az menjen a szobámba. Mivel Liverpoolban Richard nehezen engedi el a dolgokat, megérkezik hozzá Claire DeHill, pszichológus és halmozási szakértő, hogy segítsen. Hello. Minden oké, Richard? Igen, nincs gond. A padlástér volt Richard hálószobája, mielőtt a halomtól már nem fért el ott. Rendben, lássuk. A felfordulás maradéka aggasztja Claire-t. Richard, kedvesem. Nagyon meglep, hogy még nem haltál meg. Hogy ez még nem ölt meg téged. Igen. Igazából az a kupac ott... Látod ezt? Igen, látom. Mire gondolsz, amikor ezt látod? Semmire. Ezért van itt mindenki. Meglepődtél, hogy idáig fajult? Feltűnt ez neked korábban? Vannak itt dolgok, amikre nem emlékszem. Minden felhalmozódott. Hogy keletkezett? Csak végeztél vele, aztán eldobtad? Csak összegyűlik, gondolom. Oké. Vége a forgatásnak. Jó. Haragszol, Richard? Ki lesz takarítva, nem? Igen. Meg lesz oldva. Ez egy nagyon súlyos probléma. És leginkább azért aggódom, mert ha történik valami az édesanyjával, akkor pár hónapon belül az ő testét kell majd kiásnunk. Elindult egy folyamat, de Richardnak muszáj az elméjében lévő problémákkal foglalkoznia. Ugyan nem ismeri be, hogy gondok vannak, és nem akar róla beszélni. Vagy csak annyit mond, hogy elintézzük. Hosszabb távon nem jók a gyógyulás esélyei.
Mivel aggódik Richard egészségéért, Claire kettesben ül le vele beszélgetni. A folytatásban. Mehet a konyha szekrénybe, kérlek. Amanda sem akarja elengedni a holmiait. Elég nehéznek találom, hogy mindentől megszabaduljak. Ha szeretnének követni... Egy évvel később vajon Mandy háza már üres? Nem sok minden változott. Ezekkel mi van? És ezzel a sok mindennel? Ez mind marad. Haladj a saját tempódban, de nekem is részt kell vennem. Lutonban az 52 éves Amanda már nehezen tud élni a gyűjteményétől. Át kell lépni mindenen. Simán eleshetek, vagy megbotolhatok. Egyre rosszabb, és nem látok kiutat. Most azonban az extrém takarítók Kez és Tí már munkához láttak. Az már túlérett. Nem, még jó. Ez megy, Amanda. Ez a takarítás igazából Amandán múlik. Hogy mennyit segít, és hogyan tudunk haladni tőle. Szeretnénk vele összhangot kialakítani, de figyelnünk is kell rá, hogy minden rendben van-e vele, hogy miként viszonyul a takarításhoz. Esetleg idegese. Ez valami kézműves dolognak tűnik nekem. Igen, foglalkozom művészetekkel. Amanda extra segítséget is kap a családjától. Hát, sziasztok! A testvére Sandra. Van pár zsákom. És az unokahúgai Chantel és Jenica. Összetartó a családunk, mindig segítünk egymásnak. Mióta ilyen a háza, nem enged be senkit. Szóval Jenica mondta, hogy szakmai segítségre van szüksége. Beszélek velük. Én nem hittem neki, de ő elintézte. Még nem láttad korábban? Láttam már, de olyan 4 éve. És most rosszabb? Igen. Sokkoló? Az. Így másként nézel a nagynénédre? Nem, tudom, hogy nem az ő hibája. Próbáltunk neki segíteni, de mindent meg akart tartani. Amanda unokahúga Chantel és a testvére Sandra aggódik amiatt, hogy a halom mennyit nőtt. Ez már kontrollálhatatlan. A háza egyszerűen túltelítődött a sok szeméttel, meg mindennel. Venni, venni, venni. Ez az ő védekező mechanizmusa. Rossz látni, ami vele történik, mert korábban annyira más volt. Főzött, vendégeket hívott, most pedig szörnyű őt így látni. Mi csak a legjobbat akarjuk neki. Megkönnyebbülés, hogy Amanda végre segítséget kap, de a folyamat lassul. Egész nap itt voltam, de nem látom a különbséget. Még mindig túl nagy a rumli. Mivel zavarja, hogy nem haladnak, Kez elbeszélget vele. Miután kirült a ház, és a vásárlások is csökkennek, látni fogod, hogy más dolgokat is akarsz csinálni. Tudom, hogy szeretsz főzni. Igen, szeretek főzni. Igen, ezt mondom, figyelj! Csak nem most. Ez egy kelet-indiai szokás, hogy nagy vasárnapi ebédet főznek, az egész család összegyűlik, hogy egyen. Erről szól az egész, szóval már várom, hogy ez újra megtörténjen nálad. Azt hiszed, viccelek, mi? Szerintem lépésenként meg kell vele értetni, hogy ez a legjobb megoldás számára. Nem könnyű ez neki, mert berontottunk a személyes terébe, és ezek az ő dolgai. Segítség kell neki. Szabadon kell tudnia mozogni a házban, és együtt takarítjuk azt ki. Látja, hogy igyekszünk, hogy segíteni akarunk. A legjobbat akarjuk neki. Elég nehéznek találom, hogy mindentől megszabaduljak. Azt akarom, hogy vége legyen. Mehet a konyha szekrénybe, kérlek. Látom, hogy még nem áll teljesen készen. Muszáj lesz fókuszáltnak és motiváltnak maradnia, hogy rendben tartson mindent, miután végeztünk. Túl sokan vagyunk itt, tehát szünetet tartok. Liverpoolban a halmozó anya és fia, Betty és Richard, takarításra adták a fejüket. A sógor Keith azonban az árral szemben úszik.
Döntést kell erről hozni, mert... Őszintén szólva, nem hiszem, hogy megéri megmenteni. Könnyebb lenne tőle a munkánk, az biztos. Úgy is csak útban lenne, de azért megkérdezem. Kérdezd meg, aztán nyugodtan kiabálj, hogy mi legyen vele. Rendben. Mielőtt bármit is ki lehetne dobni, kell hozzá Betty és Richard beleegyezése. Útban van. Mi van mögötte? Még több zsák. Nem. Nem? Miért kell azt kiszedni? Az jól van ott, ahol van. Akárcsak a fia, Betty sem akar elengedni semmit. Fel kell menjek, és meg kell néznem. Csak azért akarod megtartani, mert a te ruháid vannak benne. Jobb, ha bezárom a hálószobám. Máskülönben mindent kivisznek onnan. Mivel Betty aggódik, mi kerül a kukába? Be tudsz menni? A lomtalanítási tanácsadó Irene eljött, hogy megpróbálja meggyőzni őt. Csak gondoltam, talán lehetséges lenne kicsit kiüríteni a szobát, hogy ne legyen ekkora rumli. Ezekkel mi legyen? Azok még újak. Újak. Akkor visszateszem. És kell a rózsaszín. Bettyt nehéz lesz meggyőzni. Ez mind marad. Megtartani és megjavítani. Az ő generációjának nem sok mindene volt. Így nagyon vigyáztak a dolgaikra. És nem tudtak tőlük elválni, mert talán sosem kapnak belőle újat. És ezzel a sok mindennel? Nem, azok is maradnak. A helyzet az, hogy ez a sok dolog rendetlenné teszi a szobádat, nem igaz? Már hozzászoktam. Tudom, de... Ez a viselkedési forma jól esik neki. És ez csak lépésről lépésre lehet megtörni, ami hosszú és kemény menet lesz. Ez egész új, akár hordhatnám is. Ezek már eléggé viseltesek. Ettől esetleg megszabadulhatnánk? Jó, azok mehetnek a zsákba. Akkor viszem is. Lutonban eközben Kez nehezen tudja Amandát koncentrálásra bírni. Ó, 2017. Igazából azt akartam, hogy Amanda is itt legyen velem. Én bemegyek, ő kijön, aztán ugyanez fordítva. Most csak mászkál a házban. Sokkal több, mint gondoltam. Nem tudtam, hogy ilyen sok mindenem van, és hogy ilyen sokáig fog tartani. Ez egyszerűen túl sok. Mivel Amandának túl sok a feladat, a kognitív viselkedés terápiával foglalkozó Isbelt hívták segítségül. Jó napot, szia. Amanda. Örülök a találkozásnak. Én is örvendek. Fáradj be. Köszönöm. Hogy érzed most magad? Elég soknak találom. Igazából nem hittem, hogy ennyi mindenem van. Rendben, megnézném, mi van fent, ha nem gond. Persze, nyugodtan. Köszönöm szépen. Ennek mindenképpen negatív hatása van rá. Amanda világa az agyvérzést követően egyértelműen beszűkült fizikálisan és szociálisan is. És a keletkezett űrt örömmel töltötte ki, ami ebben az esetben a vásárlás volt. Sok halmozó esetében a vásárlás izgalmával egy üresedést próbálnak kitölteni. Szeretem, ha olcsón kapok meg valamit. Oké. Szóval veszek valamit anélkül, hogy tudnám, már van belőle egy. Így kétszer annyim van mindenből. Arra gondolok, hogy egy nap majd hasznos lesz. Hatással volt ez a kapcsolatokra? Azt mondanám, igen, mert szégyellek embereket elhívni ide, új embereket. Ez egy ördögi kör, nem igaz? Mert az tehet boldogabbá, ha itt van a család vagy a barátok. Ők nagyon sokat jelentenek nekem. Tudom, hogy néha nem kérek segítséget, mert már jóval hamarabb kellett volna. Használd a családot támaszként. Úgy tűnik, igazi motivációt nyújtanak számodra. Igen. Rendben, köszönöm. Szia! Minden jót! Viszont! Jót beszélgettünk. A kapcsolatok igazi pozitívumok az életében, és ezek fenntartása motiválja őt, tehát ez segíthet neki.
Rosszul éreztem magam, mert kizártam őket a házamból és az életemből, de nem az ő hibájuk volt, hanem az enyém. Szóval tényleg szükségem volt a támogatásukra. A halmok eltakarításával nem csak helyet lehet nyerni, de pénzt is. Richmondban Mandy már készen állt egy vagyont csinálni a ruháiból, de 12 hónappal később vajon mi a helyzet? Nem sok változás történt. Sőt, még talán több dolog is lekerült odafentről. Most még zsúfoltabbnak tűnik minden. Látni, hogy nagyon sok minden van még, amihez hozzá se nyúltam, tehát ezek még itt vannak. Ezeket kategorizáltam. Tehát látni lehet, hogy valamelyest színek szerint vannak rendezve. Itt is van néhány rendezettebb kupac. Nem sok mindent adtam el. Nincs sok helyem arra, hogy a ruhákat egy bábúra tegyem és lefotózzam, úgyhogy nem egyszerű. Ha szeretnének követni, talán egy kicsit szűkösebb. Még mindig halomban állnak a ruhák. Az adományboltok újra nyitva vannak. Úgyhogy kicsikét már vásároltam, de rájöttem, hogy már nem tehetem ezt. Nem adhatok még többet a halomhoz. Miután elfogadta, hogy komoly problémája van, Mandy segítséget kért egy szakembertől, hogy tovább tudjon lépni. Mindenképpen segített átgondolni a folyamatot, és hogy mit akarok csinálni. Egy része nagyon jó volt, míg egy részével kicsikét nehéz volt megbékélni. Gondolkozom azon, hogyan tudnék változni. Az akaraterő a saját akaraterőmtől függ. Hosszú lesz az út, nehéz, de izgalmas is. Eközben Lutonban a felfordulás végre megkapja a magáét. Semmi baj. Még pozitívak az érzéseid? Persze. Nagyon büszke vagyok mindenkire. Megindította a családja támogatása, és szeretné visszakapni az életét. Így Amanda végre jó úton halad. Ez egy új kezdet. A jövő itt áll előttem, és már tényleg várom. El tudod képzelni Amanda arcát, amikor bejön és meglátja a szobáját? Tudom. És amikor az ágya is kész lesz? Szerinted mit fog mondani? Szerintem elkezd majd sírni. Az unokahúga Chantel és a testvére Sandra változást látnak a gondolkodásában. Az, hogy családként itt vagyunk neki, szerintem könnyebbé teszi számára, hogy kidobjon dolgokat. Látszik, hogy egyébként is közel álltok egymáshoz, mert mindenki itt van és segít neki. Szerintem ezzel még közelebb kerülünk egymáshoz. Igen. Mert ezentúl sokkal többször jöhetünk majd ide. Igen, egyetértek. Nagyon büszke vagyok rá, és folyamatosan megnyugtatjuk őt, csak erre van szüksége. Alig várom, hogy lássuk a végeredményt. Imádni fogja. Vágjunk bele, csapat. Vágjunk bele. Tudod, hogy teljesen máshogy festesz, mint ma reggel? Tudod, hogy igazán kinyíltál? Többet mosolyogsz, tudod mit? Mert már nyugodtabb vagyok. Igen, csak a széles mosolyt látom, és az arccsontokat. Tudom, hogy a saját érdekemben történik ez, és nyugodtabb vagyok már a csapat jelenlétében. Ennek nagyon örülök. Ez többet jelent mindennél. Nagyon kedves. Jobban bízom már magamban, mintha lekerült volna a súly a vállamról. Nagyra értékelem a segítséget és a támogatást. Már látom a fényt az alagút végén. A természetüknél fogva, a halmozók nehezen válnak meg tulajdonaiktól. Mi van az ajtón lévőkkel? Nem, azokat hordom. Amikor pedig két halmozó van a házban. Ezt megtartom. Akkor nehéz számukra megtörni a mintát.
Hello, Richard. Liverpoolban a Richard egészségért aggódó pszichológus Claire megpróbál vele még egyszer beszélni. Szóval neked és anyának olyan gondjaitok vannak, amelyek egymást táplálják. Akkor beszélj róla. Nehéz volt ez számodra? A család terén? Igen. Meghalt az édesapám, aztán meghalt a barátnőm is. Értem. Teljesen szétestem, szóval... Értem. Richardnak súlyos veszteségeket kellett megélnie korábban. Az ilyesmi általában hozzátesz valaki halmozási szokásaihoz. Súlyos betegségek, gyász és trauma, ezek mind magasabb szintre emelik a problémát. Elvesztettem a fejem. Teljesen összetörtem. Ezért van egy kis rumli a házban. Most viszont sokkal jobban bírom már. Ahogy kezd szembenézni a gyásszal, Richard lassacskán a gyűjteményét is elengedi. Ez mehet egyenesen a szemetesbe. Nem kellenek ezek a videók. Az egésznek a gondolata rémisztő. Ha valami nagy munkád van, nem akarod elkezdeni, és nem akarsz belefolyni. A srácok viszont nagyon sokat segítenek. Nézzétek meg, hogy működik-e, ha nem, mehet ki. Ezek a dobozok mehetnek. Ez már egy szebb rumli. De azt a falat nem láttam korábban. Most már látom. A folytatásban Betty egy rég elveszett látványt kap vissza. Ó, nem csak nálunk nőtt túl a növényzet. Amanda családjának pedig van egy... Meglepetés! Amikor egy halmozó elfogadja a problémát, a csata felét már megnyerte. Az mehet ki. Liverpoolban Richard hatalmasat lépett előre. Ez a három doboz mehet. Az is, az is. Az anyukája Betty pedig követte a példáját, és bezsákolt néhány ruhát jótékony célokra. Már 6 óta fent vagyok, és még nem ültem le. A veje kész is elégedett a helyzettel. Sikerült pár ruhát kidobni. Csináltunk némi helyet. Megpróbálom még meggyőzni őt, van-e még valami, amit elmozdíthatunk. De ez már így is komoly előrelépés számunkra. Találtam néhány fotót odafent. Évek óta nem láttam őket. Betty két gyermeke is külföldön él a családjával. A halom miatt viszont nem tudtak látogatóba jönni. Nem tudom, ő kicsoda. Jessica, ő Jessica. Tényleg? Igen, ő az. Ő pedig Rebecca. Nem rossz találat, igaz? Az pedig ott Rebecca. Miután kitakarítottunk, átjöhetnek bármikor. És itt maradhatnak. És úgy tűnik, Jessica van mellette. Jó lenne azt gondolni, hogy van egy szoba, ahol a család megszállhat, amikor eljönnek külföldről. Tényleg jó lenne. Nagyon aranyosak. Az extra ösztönzésnek hála, a ház lassacskán kiürül. Évek óta nem használtam azokat. Pontosan ezért mennek ki. Vigyázat! Ó, az mehet. Megy is. Az meg mi? Egy sodrófa vagy támadó fegyver, attól függően mire akarod használni. Akkor az maradhat, mert ezzel fenyítem majd. Rendben, a felső szint tiszta. El se hiszem. Joe-nak már csak az utolsó simítások maradtak. Kicsit megpucolom. A szőnyegtisztító után úgy fog kinézni, mintha új lenne. Oh,
Nézzék, teli van, igaz? És ez mind az én házamban volt. Tényleg több a szemét, mint gondoltam. Ez lenyűgöző. Két teli konténer két nap alatt. Ez rengeteg munkát jelent. Na, ez már valami. Vadonatúj. Az utóbbi négy évben Betty tetőtéri szobája szinte megközelíthetetlen volt. Most viszont már teljesen üres. Micsoda különbség, jesszusom! Megkönnyebbültem, és boldog vagyok, hogy Keith, Julie és a gyerekek már tudnak hol aludni. Rengeteg hely van, két nagy ágy is elfér ott. Remélhetőleg így is marad. Ezt akarjuk elérni, mert így jobban érzik majd magukat. Mindenki örül. Mi is örülünk, és jó, hogy olyan sok helyük lett odafent. Dupla fizetséget ajánlok, mert nagyon megérdemlik. Ó, nem csak náluk nőtt túl a növényzet. Letört a körmöm. Ott van lent kettő is. Majd megcsináljuk a tiédet is, ha leülsz ide. Két napnyi kőkemény munka után Amanda otthona majdnem kész a nagy leleplezésre. Van fürdőkádja és ágya, ahol alhat. Alig várom. Ott van a konyha és a nappali is. Csodálatos. Alig várom, hogy lássa ezt a nagynéném. Izgatott vagyok. Ez az utolsó simítás. 48 órával ezelőtt Amanda háza még egy óriási halom alá volt temetve. Alig várom, hogy lássam az arcát. Csak utánad. Azta! El se hiszem! Annyi hely van! És nincs rendetlenség. Mit gondolsz? Gyönyörű! Nagyon köszönöm, olyan keményen dolgoztatok. Miközben korábban az étkező és a nappali szörnyen nézett ki, most már élvezheti azt a családjával. Annyira hálás vagyok. A konyha, amely tele volt szeméttel, most ismét főzésre használható. Alig várom, hogy ismét főzhessek az embereknek. Ne felejtsd el a meghívónkat. Nem fogom. Ti álltok a lista tetején. Köszönjük. A kád is tele volt ruhákkal. Most viszont kész a buborékokra. Annyira világosnak tűnik. Na, milyen lett? Csodás. Sosem volt ilyen tiszta. A hálószoba, ahol nem lehetett rendesen pihenni, most újra alkalmas a relaxálásra. Meglepetés! Mesésen néz ki. Nagyon köszönöm. Gyerünk, nézd meg. Menj beljebb. Ki sem kelek ebből az ágyból. Na, mit gondolsz? Ó, a cipődet is leveszed. Igen, hogy pihenhessek az ágyban. Hogy végre egy igazán jót aludhass. Igen, sosem gondoltam, hogy ilyen jól nézhet ki a hálószobám. Az, hogy itt vannak és segítettek nekem, ez tényleg varázslatos, és áldottnak érzem magam. Tényleg hihetetlen. Ne sírj! Mindig sír. Egyszerűen csak örülök. Brilliáns. Brilliáns. Igen, az egyik kedvencem. Igen, ő az egyik kedvencünk. Megcsináltuk, Joyce, pacsit!